Nő a tét Liptai Klaudiával. Vastag fába vágom a fejszém, mert szerintem ma már mindenki úgy érzi, hogy mindent elolvasott, megnézett, hogyha a narcizmusról van szó. Magam mégis úgy vélem, hogy ez a téma igenis időtálló, akár csak a szerelem, a félelem vagy a harag. Persze lehet, hogy a narcizmust az unottan scrollozó társadalom emeli piedesztárra. Egy biztos, mai vendégem válaszokat ad nekem. Bánki György, pszichiáter, író, publicista, óraadó tanár. A narcizmus egyik legismertebb hazai szakértője. 2016-ban írta meg könyvét A legnagyszerűbb könyv a narcizmusról címmel, amiben az érdeklődő nagyközönségnek mutatja be a narcisztikus személyiségzavar igencsak bonyolult fogalmát. Nagyon messziről indítok. Volt-e narcisztikus ősember vajon? Ez jó kérdés. Annyira szeretem, amikor valaki... Ez jó, nem, hát ezen el kell gondolkozni. Biztos volt, ugye, hát egyrészt, de hogy nagyon nehéz értelmezni, mert nagyon másban voltak az ős emberek, meg ez is olyan, hogy hova lőjük be, meg még úgy is kéne csinálnom, mintha értenék hozzá. Meg ugye, hát ugye, mintha értünk volna akkor, tehát igen, azért ez mind elképzelés. Ahogy így visszagondolok. Valószínűleg nem lehet jól értelmezni azt a narcizmus fogalmat, ami már egy ilyen nagyon kialakult családi viszonyokból traumatikusan szövődő személyiség megnehezülés az ősemberrel, akik eleinte tulajdonképpen nem konkrétan családban voltak. Tehát azért nehéz értelmezni lehet, a dolgot. Talán pont ezért... Mert inkább falkában voltak. Igen, de hogy pont ezért nem volt, vagy nem... Mert ugye... Tényleg csak azért kérdezek egy ekkora végül is dőrességet, mert hát honnan tudhatnánk, hogy pontosan annyira más volt az a modell, amiben ők éltek, mint amiben a modernkori ember, de akkor nem is kell olyan messzire visszamenni. Tehát van-e olyan időszaka a történelemnek, amikor azt gondoljuk, hogy maga a narcizmus az datálható, vagy ez amikor már kialakultak a családok? Figyelj, az azért jó kérdés, mert egyrészt nem tudunk rá válaszolni, én biztos nem, de másrészt azért lehet rajta gondolkozni, tehát hogy az embert azt teszi nagyjá, és sajnos kicsit túl burjánzóvá, meg túlsúlyossá, most így a Föld nevű szisztémát tekintjük, hogy nagyon jól tudott együttműködni végül. Tehát valószínűleg rájöttek ezek a figurák, a mi kis őseink, hogy hát nagyon könnyen elpusztulnak, ugye? Szóval, hogy ilyen kicsit szőrös, aztán egyre szőrtelenebb, ilyen védtelen, kis puhatestű gerinces, nem puhatestű, de szóval ilyen védtelenebb valakik úgy tudtak civilizációt teremteni, és úgy tudtak fölé kerekedni annak, ami körülvette őket, hogy együtt oldottak meg dolgokat. Tehát vélhetően a nagyon primitív, nagyon mai gondolatainkkal, mondjuk azt mondom, antiszociális, vagy széttartó, vagy egyéni megoldásokat kereső, nagyon hülyeség ráhúzni ezeket az ős emberekre, de hát ahelyett ugye találtak valamit, amitől kultúra lett, meg civilizáció lett, meg egymást is segítették. Ugye az egy híres lelet, hogy honnan kezdődik a civilizáció, és egy híres antropológus azt mutatta meg, hogy mutatott egy összeforrott csontot, amit valakik rögzítettek, tehát más emberek az egyik társuknak. És hogy ez a kultúra, és ez ugye nagyon narcizmus ellenes, vagy narcizmussal szemben menő valami, hiszen nem, tehát arról szól, hogy a másik is fontos, és együtt tudunk. Igen, de azért hála Isten ez a rész sem halt ki az emberiségből, tehát nem billent át teljes mértékben, bár mondjuk... Miről ide akarom kifutatni az egészet a globális problémára, de még maradjunk, és kezdjük annál a könyvnél, aminek az egész nekem az alapja lett ennek a beszélgetésnek, és ami, hát ez nem tegnap íródott, pedig a narcizmus azért leginkább szerintem az elmúlt 1-2 évben tolult ennyire előre. 7 évvel ezelőtt írtad meg a könyvedet, és akkor rögtön kezdjük is azzal, amivel indítod a könyvet, ez a jó, a rossz és a csúf, tehát egy jó spagetti westernnel, hogy végül is, hogy rögtön tegyük le az alapokat, mert már mindenki olvasott mindent, de mi a jó narcizmus, mi a rossz, és mi az a csúf arca már ennek a személyiség, hogy mondtad, nem zavar, mert akkor már nem arról beszélünk. Hát azért a kóros narcizmus egy személyiségzavar, csak próbálom a nem a leg...
Szóval azokat a szavakat próbálom mindig kerülni, amik megbélyegzőek, miközben nyilván lehet használni őket bizonyos megfontolások mellett. Azért ez a felosztás, amit most nem biztos, hogy hosszú lenne talán teljesen elmondani, arról szól, hogy hogyan történik ugye a jó narcizmus, az az, amikor mert a narcizmus szót sokféleképpen használjuk. Tehát használjuk a jó önbecsülésre is, meg a nagyon eltúlzott rossz szabályozásra. Az, hogy az önbecsülésünket szabályozzuk, az egy alapműködésünk, az elkerülhetetlen. Tehát, hogy valahogy egyensúlyban kell mindig újra kerülni, mert az élet mindig hoz valamit, ami miatt kibillenünk, és vissza kell találni a saját jó érzéseinkhez, és az önbecsülésünkhöz. Nyilván ezer jó definíció van, de azt mondom, hogy a jó önbecsülés, vagy a jó narcizmus, az az, amikor úgy találok magamra, hogy nem mások rovására teszem ezt. De végül is, ha legalábbis ebben a kontextusban, amiben beszélgetünk, mert gyakran azt csináljuk, és itt jön ez a rossz narcizmus, ami egy ilyen csoportban élünk meg, amikor elkezdünk valakiket kijelölni, hogy biztos ők a rosszak, tehát ha feszült vagyok, akkor ők, a félufók, meg a valakik, most ugye ez behelyettesíthető, ezt ők okozzák, vagy a belső árulók, ami egy olyan jelenség, hogy próbálunk együtt lenni, de sok feszültség van attól, hogy egy család, egy közösség, egy társadalom együttműködik, nagyon sok feszültséggel jár, és minél több a feszültség, meg a bizonytalanság, annál valószínűbb, hogy azt nehéz kibírni, és a csoport belül úgy tudja növelni a szeretetet, hogy kívülre vetíti a gyűlöletet. Azért biztos vagyok benne, hogy az élet azért csodálatos, mert nincsenek ilyen, tehát mint a országoknak nincsenek határai. Tehát nem az van, hogy most megérkeztünk a rossz narcizmushoz, eddig jó narcisztikus voltam, és aztán hú, most át ne lépjek, és nézzenek oda, ha kicsit arrébb nézek, már ott a csúf narcizmus, oda végképp ne jussak el. Ott már se enni, se inni nem kapok, az biztos, hogy nincs all inclusive azon a részen. De nekem mégis, és azt gondolom, hogy ebben egyet fogunk érteni, és szent meggyőződésem, és ezt itt állandóan, mint egy ilyen igét hirdetem, hogy minden a gyerekkorunkban kezdődik, vagy ott, marha nagy találmány, hiszen ott kezdődik minden valóban, de hogy az egész személyiségfejlődésünk, és ezek az öröklött dolgok, amiről ma nagyon sokat van szó, de a minták, és nagyon szerettem a könyvben, nagyon szeretem, hogy mindig visszatérsz erre a részre, hogy a jól szeretés, a rosszul szeretés, és ezt muszáj, hogy erről beszéljünk, vagy erről nagyon szeretném. Jó. Hogy pontosan mi az, hogy jól szeretni, vagy mi az a pont, amivel hibázunk, és hogy el lehet ezt valójában kerülni. Hogy én is veled jöjjek erre a részre, hogy még az előzőhöz annyit akartam talán mondani, és akkor jöhet a másik dolog, hogy ez a jó meg rossz narcizmus, ami egy ilyen önkényes saját felosztás volt a könyvben, mindenkitől elnézést kérek ezért, ugye az arról szól, hogy egy jó gyerekkor után is olyan az emberi természet, hogy fel tudunk benne erősíteni olyan működéseket, amik egészségesen és másokat nem bántva tartják karban az embert, és fel tudunk erősíteni, vagy akár központilag irányítva olyan törekvéseket, vagy akár a csoport szintjén jelennek meg ezek, hogy elkezdünk nagyon csúnyán viselkedni embertársainkkal, egymással. De a konkrétum... És ez még nem a gyerekkor, hanem ez csak mondom, hogy ez benne van a pakliba. Amit kérdezel, az nyilván átvezet a csúf narcizmushoz, vagy a kóros dolgok mesdjére, tehát olyan helyre, ahol már azt találjuk, hogy valakinek a személyisége alakult úgy olyan bajossá, hogy végső soron azok a dolgok, amiket kérdezem, nem mondom, amiket gyerekkorban elszenvedett, hajlamos lesz a felnőtt korában valahogy tovább passzolni. Tehát, hogy mert mindig ez a kérdés, hogy most jó, ennyi szó van a narcizmusról, de valójában a kóros narcisztikusak mondjuk a populáció 1%-a szigorúan véve, hogy akkor ez miért olyan fontos? Lehet, hogy azért, mert divat beszélni róla, de talán amiért igazán mélyen fontos az az, hogy a szenvedést nagyon át tudják adni.
vannak emberek, akik úgy szenvednek, hogy ne ők szenvedjenek, hanem inkább más. Másokat szenvedtetnek. Tényleg tehát annyira jó példákat hoztál. Tehát ez tehát az, ugye a szeretettségnek, az élményének a hiánya, hogy végül is ebben gyökerezik minden probléma. De ez egy furcsa, megfoghatatlan dolog, mert néha úgy tűnik kívülről, hogy egy nagyon kerek családból jövő gyereknek miért, tehát hogy lesz narcisztikus, és egy önmagát ilyen szinten tényleg magasra emelő valaki, aki másokat elnyom azáltal, mert saját önbizalom hiánya van. Tehát ez egy ilyen nagyon röpke megfogalmazás. És miért van az, hogy egy sokkal keményebb gyerekkorból jövő ember pedig egyáltalán nem válik azzá, pedig azt hinném, hogy ott volt igazán kevés szeretet. Azt érdemes leszögezni, hogy bármilyen is az ember gyerekkora, tulajdonképpen nagyon hasonlóan nehéz gyerekkorokról is beszélhetünk, és még sincs olyan, hogy nyíl, narcisztikus vagy nyílbar. Tehát van az egyik gyerek, az lesz, a másik gyerek nem lesz az, talál valami más megoldást, ugye ez a talál, ez most olyan értelemben, hogy a lelke valahogy szerencsésebben, ügyesebben oldja meg ezeket a nehézségeket. A narcisztikusoknak a klasszikus konstellációja az, hogy olyan a család, mintha rendben lenne. Tehát, hogy amit mondasz, tehát, hogy úgy néz ki a család kívülről, hogy a jó a kirakat, hogy van papa, mama, hát manapság már inkább ugye mozaikok, de hogy minden úgy működik, és rendben lévőnek tűnik, nem verik a gyereket, nem abuzálják szexuálisan, nincs ilyen, szóval nagyon megfogható, nem az, hogy szülő drogos, eltűnik, általában nem ez van. Akkor mi történik? Hogy belül történik valami olyan láthatatlan, rejtett kár elszenvedés, aminek az egyik összetevője az, amit mondasz, hogy a szülő nem tud mit csinálni, valamilyen okból nem tud mit csinálni, ugye most elnézést, mert mindig ilyen nem a bűnbakot keressük, hanem hogy az elsődleges gondozó, ami gyakran az anyuka, mondjuk ki, hogy az anyuka nem tud mit kezdeni a gyereknek, a picinek a szükségleteivel, tehát ahogyan belül értelmezzük, hogy mit is csinál a csecsemő, az szerint alakul a csecsemőnek is a sorsa. Itt most nem arról van szó, hogy egyszer-kétszer dühös vagyok, vagy frusztrál, hanem arról, hogy folyamatosan valahogy a gyerek saját jogán, vagy a saját igényei jogán nem olyan érdekes, vagy nem igazán elviselhető a szülőnek. Vagy esetleg neheztel a gyerekre, mert hogy úgy érzi, hogy a gyerek tulajdonképpen őt megeszi reggelire, vagy használja valamire. Vagy elveszi az életét. Elveszi az életét. A saját maga iránt, nem tudom, a saját figyelmét, tehát hogy ő saját magával tudjon foglalkozni? Akár, ugye hát le lehet fordítani ilyenekre, de valójában sokkal mélyebb a történet, tehát ezek már értelmezések, talán későbbiek, de a szülők is küzdenek ugye a saját esetleg traumatikus gyerekkorukkal. Igen, de nagyon jó, csak azért, mert nagyon emlékszem ezekre a szavaidra a könyvben, hogy baromi érdekes az, amikor leírod, hogy egy gyerek feneketlen kút, tehát nem tud annyi figyelmet kapni, hogy az neki elég legyen. Tehát ő vágyik arra, és nagyon függ ugye a saját szüleitől, és ezért amikor azt észleli, hogy hú, most szeretnek, akkor ő ahhoz kapcsolja, hogy akkor vagyok jó gyerek, ha éppen mondjuk a szomszédnéni ott van, és csak akkor szeret anyukám, és akkor viselkedik velem kedvesen, akkor összeköti ezt a két dolgot, és úgy érzi, hogy ez az egész csak akkor működik. És ez a hamis szeretetkép, vagy ez végül is az, ami után aztán ácsingozik. Csak hogy a saját példámat mondjam, és tudom, hogy mindenki rögtön magára ismer a könyvben, amikor elolvas egy ilyen könyvet, és azt mondja, hopp, én is az vagyok. Ugye én úgy gondoltam, felnőttként úgy gondolom vissza, hogy nem szeretett eléggé apám, hogy letegye az italt. Az anyám nem szeretett eléggé, hogy hagyja, hogy az apám verjen minket, és nem szakított ki ebből a környezetből. És amikor 22 évesen megkérdeztem édesanyámat, hogy anyu, miért nem váltál el? Akkor azt mondta, hogy hát kislányom, azt mondtad, hogy ciki, ha elválunk 7 éves. Anyu, 7 éves gyerek, mondja meg. És akkor ugye ez az állandó szeretet vágy, hogy én nem vagyok elég jó, hogy szeressenek annyira. De akkor ezért mondom, hogy tehát a narcizmus mindenkinek szerintem jelen van egyfajta formában, hogy aztán, hogy ez maga az, erről beszélünk, hogy egy ilyen... Nagyon jól, meg hát nagyon személyesen rakod össze a dolgot, tehát hogy
hogy ahogy te is mondod, hogy van egyrészt egy ilyen, tehát kétfaktoros, ugye, hogy van egy elhanyagolódása a babának, meg a kisgyereknek, meg a nagyobb gyereknek, hogy valahogy ő a saját alanyi jogán, azzal, amilyen ő, ugye hát a gyerekek, hát ha nem is végtelen dolgot kérnek, de nagyon fárasztóak nyilván, nagyon sok igényük van, mert nem tudják megoldani ráadásul. Ráadásul az ember gyerek ugye az nem fél év alatt fejlődik ki üzemképesre, hanem viszont hosszabb idő, úgy olvastam. És hogy... Van saját tapasztalat is, nem? Igen. És hogy egyrészt van egy ilyen szörnyű elhanyagolódás, hogy nem kicsi, hanem egy ilyen szörnyűség, hogy ő valahogy nem jó, igazán rossz, elutasított, nem létező, nem... Tehát már olyan dolgok mennyi, történnek... Bocsánat, mennyi kell ahhoz egy gyereknek, hogy ezt érezze? Figyelj, biztos nem kapta fa, biztos nem... Tehát sok kell belőle, és a lényeg az, hogy elindul egy olyan mechanizmus, hogy valahogy elnyomorítja azt a részét, amivel érezné és kapcsolódna a másikhoz. Tehát megpróbálja függetleníteni magát az anyukájától. Mondok egy példát, ami ilyen irodalmi, hogy de ez olyan, amit felvettek, mert hogy ilyen gyerek etetésről szól, és hogy anyuka eteti a csecsemőjét, és a csecsemő boldogan bekajál egy kanalat, mondjuk nem is köpi ki, de minden ilyen kis kanál adás után boldogan az anyukájával próbál kapcsolatot találni. Igen ám, de azon a felvételen, hogy az anyukát ez idegesíti, mert ő etetni akar. És azt gondolja, hogy akkor most a gyerek őt visszautasítja. És ezért így visszatolja a gyerek fejét a kanállal, és legörbíti a kanállal a száját, és amikor hatodszor csinálja, akkor a gyerek meg már így egy összeomlott lelkiállapotban van. Most egyszerre, ugye, hogy ez kemény. Kemény, mert... És hogy az van, mert biztos, hogy, nem, ilyet ha nem is csináltam, de hát biztos ezer hibát elkövet. Biztos sok hibát csinálunk, de ezek a, azt mondják, akik így, én ezt nem értek, de csecsemő megfigyelések, egyebek, hogy tulajdonképpen a csecsemő meg az anyuka szoros kapcsolata valójában néhány másodpercet megtörik. Mert mindig van valami, ami nem jól működik. Nem, hát nem lehet érteni, hát ugye ez egy kis hülye nem mondja, ugye, hanem mindenfélét működik. És széthangolódnak, de aztán összetalálkoznak. Egy narcisztikus csecsemőkorban, meg gyerekkorban ez valahogy, ez már nagyon csüggesztő. És akkor a gyerek ledarálja, eltünteti a saját belső világát, mert rájön, hogy valahogy, de valamit, amit te is mondasz, hát az, hogy a szüleim szeressenek, az az életben maradásomhoz kell. És akkor jön az, hogy kitalálja, hogy hogyan legyen egyrészt független, meg hogyan legyen nagyon klassz a szüleinek. És egyébként közben fel is fedezik, egyrészt már biztos cuki, másrészt már, hogy lehet a gyereket is úgy olyasmire késztetni, amitől a szülőnek lesz jó. Ez az, hogy ügyes, vagy szépen mozog, vagy pedig... Tehát mindig nem... hozzáköti egy élményhez, hogy mitől derül föl anyukám arca, Igen. Hogyha én ezt csinálom. De hát hogyha is... jól csinálom, akkor anyukám boldogabb lesz. De ez baj? Hogy nem csak ha vagyok, akkor szeret? Ez a lényege, persze, ugye? Persze. Tehát ha szétválik, és ennyire markáns, akkor a gyerek rájön, hogy neki valamit, szolgálatot kell tennie, és a szeretet feltételes, és halálosan bizalmatlan lesz egyébként, hiszen ugye felnőtt korban ez olyan, mint a férfi a sportautóval, hogy ahogy beül a nő, nem tudja már, hogy most a nő mérült be. Az autó miatt, vagy miatt? Tehát onnantól el van szúrva. Ugyanez van ezekkel a gyerekekkel, hogy onnantól, még ha meg is szerzi azt a jót, azt a csekély, de kétségkívül számára valamennyire tápláló nem szeretetet, hanem figyelmet, onnantól rajta van a trekken, és ez megy tovább, viszont nem fog bízni benne, hogy ez tényleg van. Ehhez az érzéshez kapcsolódó, és megint csak egy személyes megjegyzés, azt, hogy elmagányosodnak ezek az emberek, mert tényleg én is tapasztaltam, tehát egyébként többenetes ezt olvasni, hogy ugye azt érzi néha az ember, hogy bár ott van az orrom előtt, aki szeret, és aki adni akar, de én mégis úgy érzem, hogy nem vagyok elég fontos neki, ő nem érti meg eléggé, amit én szeretnék, és valójában hamis ez az egész, amit ő képvisel felém. Tehát, hogy szinte, mintha egy idő után ez maga az egyik várárok,
amit építenek a biztonság szempontjából, hogy, hogy magányosak és egyedül. Egyedül. Nem is állóak, mert ugye erről majd beszélünk a kapcsolatokról, mert azért kapcsolódnak azokhoz, akik kiszívják az életet, de, de hogy ez a magány, ez is már elindul ebben a... Nagyon, ez egy nagyon magányos gyerekkor, amire általában nem is emlékeznek magány. Tehát úgy emlékeznek legtöbben, hogy az jó volt, vagy nagyon normális volt a család, vagy csodálatos volt a gyerekkoruk, ez gyakran van, tehát ezt így írtam is, meg... Más is elmondja, tehát ha valaki bejön, és rohadtul szenved, és azt mondja, hogy csodálatos volt a gyerekkora, akkor én már csak várok, tehát hogy semmi más dolgom nincs, mint hogy a csodálatos gyerekkorról kiderüljön az igazság, ami általában nem nagyon kellemes. Még kicsit visszacsatolok erre, hogy értsük, ugye, hogy az is van, hogy a gyerek ugye próbálkozik, és akkor mit tudom, hogy jól tanul, szépen táncol, vagy ez nagyon gyakori, a szülőnek ő lesz a lelki társa, tehát parentifikálódik, szülővé válik, segíti, próbálja a káoszt enyhíteni, nem hívja fel magára a figyelmet, ha az apuka részeg, dühös, akkor ő valahogy úgy saját magát szabályozva próbálja a családi rendszert is rendbe hozni. És még egy faktor van, és attól ilyen még nehezebb, már bocs, csak azért, hogy ez nem egy vidám sztori, hogy nem elég az, hogy neki ki kell találni, hogy mi jó a szülőnek, hanem ki se lehet találni. Erre mondtam azokat a példákat, amit el szoktam mondani, hogy jó lenne valami új eszembe jutna, de az ember bejárat sztorikat, akkor az jut eszébe, hogy mondjuk a Ferike nagyon szenved attól, hogy az anyukája olyan közömbös, meg a mobiliát bizelgeti. De amikor a szerdán a foci edzésre mennek az anyukájával, akkor az anyukája valahogy boldog, és akkor a Ferike megéli, hogy ő jól csinálja. Szóval, hogy most szeretik. Anyuka énekelget, és jól reagál rá, tehát, hogy érzi, hogy ez meg elkaptam a csajt, most meg ez jó lesz. És hazafele meg ugyanez a van, anyuka buszon, hagyja, szóval, hogy nem ilyen durván, de valahogy úgy nincs ott. És a Ferike ezzel gondolkozik, hogy ő hogy csinálta jól, mit szúrt el. Nem így gondolkozik a gyerek, persze, csak hogy ülepszik benne ez a bonyodalom. És ő nem tudja, hogy az anyukának a foci edző bácsi tetszik. Tehát nem tudja, hogy az anyukája mitől boldog, mitől boldogtalan, csak azt, hogy ő küzd. És egy idő után azért gondolj bele, nem akar az ember küzdeni. Tehát, hogy akkor vissza, tehát, hogy egy másik embertől függeni, annak a szeretetétől, az, hogy mi van a fejében, jobb nem tudni. Tehát itt kezdődik el az a fajta leválás, vagy az a fajta függetlenedés, hogy az érzelmektől ne függjek soha az meg életemben. Meg a másiktól. És a másik, mert hát azért ez úgy össze is szokott kapcsolódni, de mert valamit éreznem kell a másik iránt, akkor függök tőle. Ugye a narcisztikusokra nagyon szoktunk haragudni, amikor csúnyán bánnak velünk, vagy ha mi vagyunk azok, akkor szóval ez szokott lenni. És közben itt van ez a gyerekkor, és hát rohadtul, tehát hogy mondják, ezt műsorban nagyon áthatóan lehet érteni, hogy egyszerre van az, hogy aki narcisztikus fejlődési úton megy végig, milyen mohon vágyik arra, hogy szeressék, vagyis amit ő annak gondol, vagy kapcsolódjon, és mennyire rettenetes gyötrelmeket tartogatna ez a számára, tehát mennyire menekül végül is az ilyen helyzetekből, ahol mélyebb kapcsolódás van. Ez a rész az, amit úgy írsz a könyvedben, hogy egy ilyen narcisztikus maszk elkezdődik kialakulni, hogy van egy én, és akkor van egy elképzelt én. Tehát ugye, mert pontosan, ahogy mondod, kapcsol a gyerek egy helyzethez, amikor, ahogyan írod, Glória néni jön, akkor boldog az anyu, mert kedvesen viselkedik velem, tehát akkor vagyok jófej. És akkor szép lassan egyszer csak kialakít egy külvilág számára felismerhető ént, egy személyiséget? Hát ez egy bonyolult folyamat. Egyrészt van egy belső része, hogy ebben a speciális esetben, amihez meg egy általában ez az apa hozzátartozik egy ilyen távolabbi, hűvös, kritikus, gúnyos, nem, érzelmileg nem elérhető figura, aki gyakran az apuka. Tehát az se segít sokat, ugye? Ez egyébként ezért van több, most csak egy közbevetésként, elvileg több férfi
akik narcisztikus személyiségjegyeket hordoznak? Mindig egy bonyolult kérdés, hogy miért több a férfi. Ugye, hogy ezek a fiú gyerekek az anyukával való nehézségekre másképp reagálnak, vagy hogy a gender kérdések, hogy jönnek bele, hogy egy fiúnak mennyire szabad érezni, sírni, szenvedni, ha rossz neki, amit az anyukája csinál vele, vagy hogy milyen hasznos a későbbiekben, ha egy férfi olyan domináns, és nagy, és erős. Tehát ez egy bonyi dolog. Azért a nők kezdenek felzárkózni, ugye annyi minden változik. Jaj, de jó, és hogy ebben is sikerült hát, előre törni. Igen. Sok szűfrazsat. Várjál, csak valahogy valami szál igen, volt. Igen, az apa távoli. De nem még előtte kérdezte, azt csak úgy hozzá akartam tenni. Az apa távoli kép, és hát a maszkról beszéltünk. Ja, igen. Ja, tehát, hogy belül az van, igen, köszi, hogy egy nagyzásosság lesz a védelem. Tehát, hogy amit beszéltünk az elején, hogy önmagunkat valahogy karban tartjuk, na de hogy tartsuk karban, ha nincs kaja, szóval, hogy mármint, hogy nem szeretnek, hogy figyelnek, oké, akkor elkezdem azt kidolgozni, hát nem tudatosan, mert pici gyerekekről beszélünk, hogy hogyan legyek nagyszerű. Tehát egyszerre valahogy fölötte álló, a szabályok kívül és fölüllevő, és összeolva, tehát nem egy reális én lesz, ami egy tök jó, mert a reális én az olyan, tudod, hogy így lehet játszani, nem kell mindig győzni, szóval egy társasjátékot azért úgy jobban ki lehet bírni, vagy egy foci meccset, vagy de egy nagyzásos izét kell kialakítani, az nagyon kegyetlen pálya, mert onnantól fönt kell lenni. Ami nem azt jelenti, hogy fönt érzi magát. Tehát az állandóan illető. Tartani hát, kell mindig. Ezt a igen. Nehéz, ez egy meló, igen. Nagy meló. És le kell nézni a többieket, ami iszonyú magányos dolog. És bocs, csak mert ki, és hogy kívülről is, ugye, hogy ez valahogy megjelenik aztán, vagy fokozatosan az image-ben, ez volt a kérdésed, volt csak azért mondom, hogy azért kifelé is valamit meg kell jeleníteni, ami ezt a nagyszerűséget képviseli, és az image-ről alkotott fantázia lesz az a igazság, amit a narcisztikus tényleg hisz sokszor, néha nem. Relatív azt mondom, hogy ugorjunk egyet az időben, mert hogy most a gyerekkortól lépjünk már föl, amikor egy kialakult személyiségről, vagy ezekről a személyiségjegyekről beszélünk, de nagyon kapcsolódik ehhez, amit előbb mondtál. Tehát a mások használatba vétele, az, hogy ez az irányítási, ez a kontrollfrikség, ez, hogy ez benne van a narcisztikusokban szinte egy alaptulajdonságként. És ez, hogy ez miért, tehát attól való félelemben, hogy egyszer csak elkezdek érezni, vagy alá kerülök valaminek, vagy nem én nem tudom uralni ezt a helyzetet? Igen, tehát hogy ugye őket is használták. Tehát, hogy itt ugye az egyik mondjuk arra, hogy bokszák legyen, a másik arra, hogy az ő jó fej, szép, okos gyereke legyen, vagy az, akinek elmondhatja a házastársával kapcsolatos problémáit, mondjuk. Szóval használva volt, tehát hogy ő is ezt tanulta, hogy a kapcsolatok ilyenek, és ugye ezen belül persze hát az, hogy fölül kell lenni, tehát hogy az veszélyes. Tehát olyan belső dinamika van a lélek mélyén, és nagyon meghatározóan, hogy az ember vagy fönt van, vagy lent van. Tehát nem az, hogy... Tehát az a fajta barátságos együttműködés, ahol, ahogy a Méreinek van egy híres mondása, csak jól kell érteni, hogy nem kell mindig győzni, vagy nyerni, pontosabban, az a narcisztikusnak értelmezhetetlen. De nem azért, mert hülye, hanem azért, mert nagyon veszélyes dolog szemára. Alul lenni, mert attól mindig fél. Van nagyon sok érzés, szeretnék most itt kirakni ide az asztalra, ami velük kapcsolatos, és megérteni, még ha úgy gondolja az ember, hogy ezt úgy érti, és lehet, hogy saját magammal kapcsolatban is. Ugye az egyik, és nekem volt tapasztalatom, tehát nekem volt narcisztikus, de olyan, mindenki azt gondolja, hogy volt, én tudom, hogy volt nekem olyan kapcsolatom. Az irigység, az egy érdekes, hogy irigyli a figyelmet, a szeretetet mástól. Tehát leírod a könyvedben egy példaként, hogy ha egy olyan nővel van együtt, mondjuk egy narcisztikus férfi, vagy egy fordítva, akinek gyereke van, és este mesét olvas az a gyerekének, akkor kimondottan zavarja az a néhány perc is, hogy az nem,
nem felé irányul. Tehát ez egyfajta iszonyatos gyermeki lélek egyébként, fura módon. Gyermeki, de azért nem a jól levő gyermeké, szóval, mert még egy persze a gyerekek is tudnak irigykedni, meg minden, de azért úgy egy csomó gyerek belátással van. Szóval narcisztikusnak a szeretet... Egy mondat mégis, ezt, csak ezt nehogy elfelejtsem, mert ez is egy nagyon jó mondatod a könyvben, most tényleg nem azért, hogy nem az elnyomás ellen küzd, hanem az elnyomók ellen, mert irigyli a hatalmukat. Tehát, hogy így jelenik meg végül is akkor felnőtt korban ez az irigység, hogy másnak van hatalma éppen abban a pillanatban, és nem neki. Hát, hogy itt olyan mély félelmek és bizalmatlanságok mozognak, hogy egyrészt, amik arra kényszerítik, és tényleg nem hobbiból van ez, tehát, hogy egyszerre próbálom mondani, hogy megértőek is lehetünk, meg nyilván mérgesek is, hogy arra készteti, hogy kontrollálja a másikat. Tehát nem hagyhatja, hogy tehát a másikból neki a funkciók kellenek, nem tudja szeretni, mert azt nem annyira érzi, azt tudja, hogy a másiknak a helyes úton kell járni. Tehát az ő együttműködésének a rendszerében kell maradnia. És hogy ehhez nagyon sok, ez manipuláció vezet, érzelmi zsarolások, gázlángot. Tehát állandóan kibillenti a másikat a lelki egyensúlyából, azon célból, hogy egyrészt nagyon magához kösse, másrészt, hogy a másik elbizonytalanodjon, hogy van-e élet ezen kívül, mondjuk, hogy ez egy párkapcsolati szint. Ezzel egyébként... Nem kell, hogy a párkapcsolat. Szerintem arról, hogy szeretnék... De mondjuk bármi. Most csak azért mondom, szeretnék arról külön, jó. Mert ugye szerintem, ha valami nagyon érdekes lehet azoknak, akik néznek minket, és mondjuk nem teljes, tehát megpróbálják megérteni, mindenki úgy érzi, és azért érdekli a narcizmus, mert vagy magát érzi benne levőnek, vagy azt, akivel kapcsolata van, és nem tud akár megszabadulni tőle. És fogunk beszélni a gázlángot, mindenről muszáj lesz. Tehát tudom, hogy annyi minden van, és már lehet, hogy ezerszer elmondtad, de tényleg megpróbálom. Nem az irigységet mondtad. Az irigység, igen. Az és hogy az nem viszont. Feltétlen csak egy párkapcsolatban, hanem ugye nagyon sok részén megjelenhet az életnek. A narcisztikus úgy éli meg a dolgokat, hogy a szeretetet, ami neki leginkább a figyelem, tehát a szeretet azt nem tudja érezni, és ezért is bizonytalan, hogy most a másik szereti-e, azt tudja észlelni, amiatt, hogy nagyon elnyomja belül saját magát, tehát ezek az ő érzésekkel kapcsolatos észlelései fokhiasak, vagy nehezek, vagy nehezen fér hozzá. Tehát, hogyha ha valaki más kap szeretetet, ő azt éli meg, hogy elveszik tőle. Tehát olyan, mintha ha torta lenne. Tehát nem, a szeretet, úgy gondolhatjuk, hogy ez egy olyan, ami nem fogy ki, de a narcisztikus nem így éli meg. Azt érzi, hogy ha azt odaadják, mondjuk a nője odaadja a saját gyerekének, vagy akár az ő gyereke is lehet, hanem kell ez egy mozaik család, akkor tőle elvettek valamit, ha másnak adnak. És ez kínzó. Tehát, hogy itt nem az van, hogy nem a kínzó részt fogjuk látni, hanem az agresszióval fogunk találkozni, vagy a csönddel. Kell félni tőlük? Nincs ilyen, hogy tudom, tőlük. Tudom, hogy széles a paletta. Igen. Tudom. Szóval ez a tőlük tudom. Az erős. De kell-e, tehát hogy te mondtad az előbb az agresszió szót is, és mivel én magam is találkoztam ezzel, tehát tudom, hogy milyen az, amikor váratlanul csap le, és teljesen a semmiből, és nem is érti az ember hirtelen, hogy ez most mi. Hát attól kell, nyilván van, hogy ugye a szélén, és azért ezt mondjuk ki, vannak bántalmazók, vannak igazán gonosz emberek, tehát ez egy spektrum. Ugye, hát vannak a narcisztikusok között tök cukik, akiket szeretünk, megtapsolunk, megnézzük őket, bezsebelik a figyelmet, lényegében az nekik jó, nem akarnak a bücskünkre taposni, szóval nem erről van szó. Lehet, hogy megteszik, ha olyan a színházi szituáció, de nem ez a fő profiljuk, hanem az, hogy szeressék őket, vagy figyeljenek rájuk. És nyilván és nyilván bonyolult, mert ennél mélyebbet is lehetne mondani. A spektrum végén vannak súlyosan nem belátó, a másikat tényleg tárgyként használó sötét alakok, antiszociális emberek, akik nem nézik azt, hogy mit érzel, soha. De hát, hogy ez egy, na de ami nagyon, egy átlagos, hogy mondjam, átlagos
a narcisztikus kapcsolódásban nehéz, az a veszély, hogy óriási igénybevétel alatt van az önbecsülése mindig. A valóságérzékelésem is, ugye, amiről majd beszélünk, meg, tehát, hogy mi az igaz bármelyik pillanatban, melyik mondat a valódi mondat, hogyan lehet tájékozódni ebben a kapcsolatban, miért van az, hogy jó, és a következő pillanatban lehet, hogy csináltam valamit, nem is tudom, hogy csináltam, de büntetést kapok érte. Hát ráadásul ugye a narcisztikusnak elvileg a szakirodalom szerint a memóriája is elég szakadozó, tehát vannak ilyen, nem ilyen kimaradó részek, amire nem is teljesen emlékszik, vagy ő már konfabulál, máshogy rakja össze a történeteket. Hogy van a narcisztikus önmagával? Ugye ez mindig egy alapkérdés. Tudja-e magáról, hogy az? Tudja-e, hogy milyen mértékben az? Ő milyen a saját kapcsolata a saját mindennapjaival? Sok narcisztikus, ugye ez érdekes, ez a nagy felbuzgás, hogy mindenhonnan bármelyik csapot kinyitod, egyszer csak kijön rajta a narcizmus, tehát ez mint egy ilyen csaperdő. Igen. Ez igen, a, biztos ez, én is hozzá. Hát egyébként jön a tavasz, a narcisz, nyílnak a narcizok. Vigyük el a narcizmust az ország legeldugottabb zugaiba. Na mindegy, tehát, hogy de viccet félretéve, a narcisztikusok egy részere rájön, olvas róla, mondják neki, és úgy, attól még nem könnyű úgy mélyebben belátni, de az, hogy úgy, ezért ezek így stimmelnek. Ehhez kell egy, ezek azért az egészségesebb dolgok, hogyha vannak, mondom, nagyon mély bugyor, vagy vannak nagyon különböző emberek, de vannak olyan narcisztikusok, akik ezen akarnak melózni. Még akkor is, ha nehéz, még akkor is, ha megszöknek, vagy megszöknének legszívesebben a feladat elől. De hát nyilván minél mélyebbre megyünk a nehézségekben, vagy a csavarokban, annál inkább az van, hogy ezt el kell hárítani. Aha. Például, ha valaki úgy olvassa a könyvemet, hogy na ez róla nem szól, na az gyanús. Tehát én úgy írtam ezt a könyvet például, mindenki, hogy mindenki magára ismerjen, hogy dolgozom. Nagyon jó. Ha valaki úgy olvassa, hogy tudom ki ez, Az érdekes. A szembeül, tehát ha te szembesítesz valakit, te szakemberként, akkor, tehát akkor mi a reakció? Én így nem szembesítek, nem lehet? Hogy figyeljen ide. Most itt vagyunk magunk között, azért mondjuk ki. Ilyen nincsen, tehát nem azzal, nem arról beszélgetünk, hanem a helyzeteiről, a lelki működéseiről. Nem tudom, ez kár, mert én például szeretem, ha definiálnak. Én például imádom, amikor leülök a pszichiáteremmel, és akkor így ő kimond dolgokat. Én azokat szeretem, mert akkor egy kicsit úgy elrakom ezeket a kockákat magamba. De... Figyelj, az már egész más, hogy olyat mondani valakinek, amivel tud is mit kezdeni, és egész más így oda somni egy diagnózist, ami egyszer csak úgy tudod, hogy megérkezik, az nem olyan, hogy elgondolkozunk rajta, hanem ez olyan, mint egy nagy guruló tonnáskő, ami elcsap, vagy úgy csinálsz, hogy elmész. Tehát, természetesen, ez abszolút a te szakterületed. Ugye már nagyon sok szó volt, és hát ez tényleg egy ilyen egybefüggő kis folyam, nem lehet kivenni csak részeket, hogy ez a manipuláció, hogy mindig manipulatív, ugye mindenki ezt akarja tudni, hogy most én tudom, hogy ő narcisztikus, de vagy most ezt azért mondja, hogy, mert azért mondja, hogy, vagy most elhihetem, hogy ez egy az egy. Hát figyelj, megint azon, hogy vannak fokozatok, de egy masszívan narcisztikus személyiségnél az nagyon, nagyon nagy kihívás, hogy ő egyetlen a valósággal tudjon kapcsolódni, mármint hogy ami a másiké. És egybeeshetnek a dolgok, ugye ugyanúgy, ahogy a narcisztikus szülő meg a gyerek között is egybeeshetnek a szükségletek, és akkor a gyereknek pillanatnyilag jó, de gyakran nem esnek egybe. És ez ugyanez van párkapcsolatban, vagy munkahelyi kapcsolatban is, hogy hát azért nehéz ezt kibogozni, és sok a manipuláció, sok az, ami, hogy el kell gondolkozni, hogy most mit is mondott, van egy nagyon jó film, ugye az Én szerelmem, Én királyom, ugye az az eredeti címe, a Vincent Cassel és az Emmanuel Berko játszák, és ott a Vincent Cassel a narcisztikus férfi, és egy idő után a nő, ahogy nézi, annyira jól játsza a színésznő, hogy ahogy így nézi, hogy most így, hogy mond valamit, és így állandóan így processzálja. Tehát nem lehet szó szerint eligazodni,
Már ez mondhatok, iszonyú meló. Vagy hát neki nem? A narcisztikusnak nem meló? Hogy, hát neki hogy, az jöhet séróból. Hogy már az, de akkor nem is, tehát akkor valójában lehet, hogy ez már nem is manipulatív mondat, hát ő maga. Hát hogy, tehát, hogy ő azért mondja, mert ő azt akarja hallani, tehát hogy de hát nem így beszélgetünk mi is. Hát azért kérdezlek téged, mert tudom, hogy fogsz válaszolni, persze jó esetben nem tudom mit, csak én is manipulálom ezt a helyzetet. Nem manipulálod, nem. Az valahogy megjelenne köztünk, hogy te most még azon túl, ami felszínen van valami rejtett dolog. Nem biztos, hogy rájönnék, lehet, hogy nem jönnék rá, de azért lehet, hogy egy idő után átérződne, hogy itt van még valami, amit nem tudok, csak olyan hülye érzést okoz. Tehát a rejtett dolog az a manipuláció, az nagyon, ezt iszonyú nehéz kibogozni, és akkor eljutottunk ahhoz a részhez, hogy a kapcsolat, tehát a narcisztikus kapcsolat. Kik vonzák a narcisztikusok? Milyen típusú emberek főleg? Ugye van ez is egy ilyen, az empaták, tehát akik olyan nagyon-nagyon együttérzőek. Én azért gondolom magamat remek alanynak, mert én nagyon szolgalelkű vagyok, és nagyon szeretem, hogyha a másiknak jót okozok, és ezáltal bármit megteszek, hogy a másiknak jó legyen. Nagyon sokat változtam már, de nagyon hosszan pont talán a gyerekkorom miatt azt gondoltam, hogy ha mindent úgy csinálok, ahogy a másiknak jó, akkor ő nagyon fog szeretni engem ezért, és akkor én leszek mindenek felett a legjobb. És a narcisztikus az... Szóval kik azok az embertípusok, akiket ők szeretnek elkapni? Hát, hogyha úgy gondolkozunk, hogy ugye egyrészt a narcisztikusnak van egy nagyon masszív beállítódása, hogy ő nagyzásos, tehát hogy a fölötte áll a dolgoknak, és definíciószerűen ez azt is tartalmazza, hogy ő olyanokkal tud kapcsolódni, akik ideálisak. És segítenek neki is ebben a nagyzásos létmódban való elpozicionálásban, tehát hogy együtt tudnak majd ideálisak lenni, akkor az egyik fajta választás az, hogyha olyat keres, aki idealizálható. Tehát aki nagyon klassz, jól működik, van kellő önbecsülése, szóval, hogy tetszik neki, jól néz ki, nem tudom, hát tehát akire hogy föl lehet nézni, nyilván egy darabig. Tehát, hogy akit nagyon lehet idealizálni. Egy másik típusú választása a narcisztikusnak, de akik nagyon különbözőek, tehát ezek most ilyen sémák, hogy olyan valakit választ, akit le lehet értékelni eleve. Mert az, ha elhagyja, hát Istenem, zák sem. Eleve se volt már jó. Tehát nem fog fájni neki. Tehát az egyik törekvés az, hogy egy nagyon-nagyon jót létrehozni. Azt ő hozza létre? Tehát az idealizált az olyan, hogy valójában nem is olyan, hanem ő, én úgy szoktam mondani, hogy én is rengeteg férfit aggattam föl karácsonyfa díszekkel. Most is ott állnak. És kiderült, igen, és kiderült, hogy nézzenek oda, már rég vízkereszt van, és mindenki csak egy kóró. Tehát, hogy alapvetően ez a feldíszítés, ezt ő csinálja? Ez több annál. Tehát ugye van az, hogy idealizáció, és hogy ha valakit szeretünk, tulajdonképpen azt egy életen át idealizálhatjuk úgy, hogy azért tudjuk, hogy milyen, de hogy nekünk ő nagyon jó. Tehát, hogyha együtt vagyunk egy hosszú kapcsolatban, és szeretjük a másikat, akkor azt gondoljuk, hogy azért ő azért nagyon szuper. Jó, hát múltkor is, de ez nem primitív. A primitív idealizáció az tulajdonképpen azért egy nagyon durva eljárás, mert nincs köze a másikhoz. Ezt nem tudja nyilván, tehát nem arról van szó, hogy ez egy rossz csontság, hogy megprimitív idealizálak, aztán majd meglátod. Bár ugye nyilván aki már csinálta, és tudja, hogy utána az neki elmúlik, esetleg eszébe juthatna. De ezek behatárolható idő, tehát ő tudja, hogy mennyi időt fog eltölteni. Nem tudja ezt senki. Nem. Aha. Meg a másiknak is iszonyú jó. Hát képzeld, jön valaki, ki azt mondja, hogy ő még ilyet soha. Tehát ez olyan, hogy ez először. Nem, hogy először van, hanem ez
elképzelhetetlen, hogy megtörténhet ebben az életben. Azért az elcsíp, nem? Tehát, különösen mondjuk, ha egy kicsit... De nem lehet, hogy egy picit igaz? Tehát, hogy egy kicsit annyira akarja az ember azt hinni. Ha valami alapja ott... van, biztos. Csak... Hát tök mindegy, nem érdekel, hogy ezt ő akarja hinni. Én a papillomban ezt el akarom fogadni, hogy ez így. Hát el tud vinni. El tud vinni egy tök egészséges embert is, nyilván egy bizonytalanabbat, vagy... aki úgy érezte, hogy felfedezésre vár, azt is nagyon viszi, hát nagyon megemel. Mi az a pont, amikor ez neki véget ér? Már... Hát a valóság az a pont. Hát ugye két ember elkezd valamit, akkor röpülnek, és meghaladják a korlátokat, és olyanban vannak mondjuk, amiben még soha senki. Nem mindig ez van, tehát csak ez most egy ilyen minta. És aztán hát vannak ilyen valóságos dolgok, hogy amit mondtál, hogy a másiknak mondjuk van egy beteg ápolandó anyukája. Mm-hmm. És akkor kiéleződik a helyzet. Ugye te nem tudod, hogy amikor elmész a beteg anyukádat ápolni még, mit tudom én, 6-7-ig, hogy az tulajdonképpen az fájdalomokozás. Ezt így nem is fogod megtudni. Mm-hmm. Mert lehet, hogy ő se fogja átélni. Hanem bosszút áll. És te nem tudod, miért kapod, mert hiszen ugye egy okosabb narcisztikus nem fogja azt mondani, hogy azért. Utálom, hogy anyádat igen. ápolod, hanem ki valamiben majd bele. Tehát lehet, hogy egy szóhasználatodba, vagy egy nem vitted le a szemetedbe, hát vagy valami. Egy köhögésbe, igen. De te nem fogod érteni, mert amit mond, az alapján még mindig, de még azt se, ha az igazat mondaná, akkor se értenéd, hiszen hát muszáj. Tehát ember nem mond ilyet. Tehát normális hát, de és ezt még ő is tudja. Ezért aztán majd talál valamit. És akkor az igen, egész ilyen nagyon... Ez iszonyú fontos része, hogy nagyon intelligensek általában a narcisztikusok? Nem. Miért lennének? Mert azt gondolná az ember, hát csak azt tud kitalálni ilyet. Hát azt tűnik fel, aki nagyon okos, de hát nem minden... Tehát a narcizmus az nem párhuzamos egyéb képességekkel, tehát ugyanúgy vannak ilyenek, meg olyanok. Hát nyilván azok, akik nem okosan tolják, azok nem is olyan sikeresek, csak inkább magányosak, vagy furcsák, vagy különcök, vagy hát karikaturisztikusak. Ugye egyszer valaki nagyon imponálni akart nekem, és nagyon szégyenteli, hogy egy ilyen sztorit felhozok, de nem beazonosítható, így a villamoson, és azt mondta, egyetlen hogy nem érdekes, figyeljen. Tudja, mekkora az intelligencia? Kvóciensem? Mondtam, nagyon kíváncsi, hát a villamoson nagyon kíváncsi voltam. 200-ból 199. Tudom, hogy az egy nagy szám, az egy magas szám. Szóval, hogy nem mindig sikerül átadni azt a nagyságot, de ha valaki jól csinálja, akkor persze, akkor vezető állások, magas helyek. A párkapcsolatban örök kérdés ez, és ezt egyszerűen az ember nem akarja elfogadni, hogy tényleg képtelen érezni. Valódi érzelemmel, akár csak egy hétig, vagy abban az idealizált időszakban a narcisztikus. Ez is nagyon változó. Nyilván ugye vannak érzőbb narcisztikusak, meg sérülékenyebbek. Ugye a legklasszikusabb, tipikusabb helyzet, amikor a narcisztikus valamilyen fájdalom miatt, hogy fél az elszakadástól, vagy nem volt sikeres, vagy kirúgták a munkahelyéről, szóval valami. Hogy akkor ritkán és nem szívesen átvált abba a magányos gyerekbe, amit nem úgy kell elképzelnünk, hogy mint az, amikor úgy magányosabbak vagyunk, hanem az a pokol. Tehát, hogy az egy ilyen, ott akár két napig öngyilkossági veszély, vagy nem tart sokáig, de akkor azok a csatornák, érzések elárasztják, amik a gyerekkorában is elvoltak, nyomva, és akkor egy ilyen iszonyat fájdalom, nagyon, és akkor el tudja mondani őszintén, hogy tudja, hogy milyen rohadék volt, és nagyon sajnálja, és ez meg fog változni, és őszintén mondja. Mert ez egy másik énállapot, más élményekkel, más gondolatokkal, más őszintességi fokkal. Nyilván akkor ez se a másikról szól, de egy reményt adhat annak, aki vele van, hogy hú, hát ez ott van, hát az én éreztem, hogy van benne ez az érző rész. Csak ugye az a nehéz, hogy ez annyira kibírhatatlan, és annyira nem is integrálva terápia nélkül, hogy ez becsukódik, amit a csillagkap, hogy puk, így, és akkor egyszer csak harmadnap ilyen pökhendi lesz, és
úgy csinál, mint aki nem is emlékszik, vagy azt mondja, hogy ja, beszéltem hülyeségeket. Természetesen olyan is van, hogy valaki eljut egy olyan szintre, volt olyan kliensem, aki nagypapa korára, nagyon sok, tehát több évtized terápia után az unokáit tudta szeretni. Tehát a gyerekeit azt kifilézte még, az rettenet volt, de az unokáival volt egy, tényleg, tehát láttam rajta, hogy az nem vicc, tehát hogy ő szerette az unokáit. Ez az érzelmektől való félelem, ez például abban is megnyilvánulhat, hogy jobban szereti egy narcisztikus egy kapcsolatban, hogyha ridegtartásban van, mint hogyha nagyon-nagyon szeretetteli a felé irányuló viszony. Jobban tud azzal mit kezdeni, vagy az komfortosabb neki? Ez is változó, meg talán időszakonként is más, de az tény, hogy ugye a narcisztikus lelke előre-hátra mozog, tehát van, hogy próbál közel lenni, de azt nem bírja ki. Tehát neki az nagyon nehéz, és valószínűleg komfortosabb távol lenni. Ami lehet az is, hogy fizikailag van távol, de az lehet, hogy otthon van, de valahogy belemerül a kompjúterébe, vagy a telefonjába, vagy a sorozatokba, vagy valamivel hűti, vagy ingerli magát, szóval nyugtatót szed, alkoholizál, izgatja magát, kalandokat. Ez valamivel a távolságot mindig megteremti, és tény az, hogy a szeretet adást, meg ezt a csüngést, ami neki csüngésnek tűnik, tehát a normális kötődés, hogy oda tutujkázni egymást, az neki lehet, hogy sok, és valahogy a gyengességet és a függőséget jelenteni. Tehát, hogy átminősül valami rossz dologgá. Ugye beszéltünk már, vagyis megemlítetted a gázlángozást, az annyi mindent olvastam már erről, és egyszerűen őszinte leszek, pedig én okos kis nőnek tartom magam, de valahogy nem tudtam értelmezni teljes mértékben ezt, hogy az mit jelent, vagy ez az érzelmi ilyen, nem tudom. Mi a gázlángozásnak? Hát beszéltünk róla, hát figyelj, nem olyan bonyolult, éppen az, hogy a másik valósága, az egyszerűen azt valahogy úgy kell megmahinálni, hogy elbizonytalanodjon benne. Ugye hát a film, ugye a Gázláng című film, rendes magyar film, George Cukor rendezte, jó, mégis amerikai, hogy ugye a bűnöző férfi, mondjuk azt a néző rögtön látja, hogy ez egy bűnöző, de szegény Ingrid Bergman nem látja. Ugye fölmegy a padlásra, ott gyűjti, mit tudom én, a szajrét, és ha ott feltolja a gázlángot, akkor a házban csökken a fény. De nyilván ezt nem ismeri be, hanem azt mondja a nőnek, aki azt mondja, hogy te, amikor elmész, akkor zajok vannak a padláson, és sötétebb van, akkor azt mondja, hogy jó, akkor hívok egy pszichiátert. Tehát ez a gázlángozás. Mm-hmm. Tehát, hogy mondjuk kikészítem a másikat azzal, hogy kötözködök, hogy letagadom, hogy tegnap megbeszéltük, hogy én megyek a gyerekért. Nekem ezt senki nem mondta. Miért okoz ez örömet? Neki. Ez kontrollt okoz, uh-huh. vagy jelent. Na várjál, csak azt akarom mondani, hogy ugye ez a másikban egy ilyen kétségbeesett valamit idéz elő, és még akár azt is, hogy tényleg elbizonytalanodik, hogy beszéltünk mi erről. Hát emlékszik a beszélgetésre, de tényleg lesz egy kettősség, hogy ha másikban létrejön egy ilyen nagyon fura nyomás, hogy ő hülye, vagy nem hülye. Valahogy átkerül ez a dolog, és úgy okoz kielégülést, amit mondok, hogy ez valami dominanciát és kontrollt jelent. A másik ilyen nagy fortéja, nem, ez a csendelverés, az, hogy tudatosan távol tartja magát, tehát ő ezt kiszámíthatóan, szinte egy másodfokú egyenlettel nézi, hogy mi az a pont, amíg még tartom, tudom, hogy már megőrül a másik, és ő fog jelentkezni, és ő fog lépni előbb. Ez megint olyan, hogy a valójában a narcisztikus az sebezhető, és ez arról szól, hogy ezt szünteti meg. Tehát, hogy ugyanakkor, amikor haragszunk rá, akkor azt gondoljuk, hogy ezt tudatosan csinálja, direkt csinálja, iszonyú gonosz, kifiléz, rohadék. Vannak gonosz narcisztikus, tehát van olyan, aki úgynevezett malignus, tehát rossz indulatú narcisztikus, azt tudja, hogy mit csinál. Tehát annak a másik szenvedése az
egy mindent betöltő mámor, azt neki létre kell hozni, de az egy szűk és tényleg nagyon fura valami, szadisztikusabb ennél, de ez is borzasztó. Tehát a csendelverés, ugye, amit csendterápiának is hívnak, szerintem nagyon hibásan. Ugye? Hát igen, mert az olyan, hogy valami jót okoznál iróniának a rossz. Igen, szóval a csendelverés, ami egy jó szó, az borzasztó kegyetlen, mert a valójában létre, tehát az ő érzelmi elszigeteltségét és fájdalmait hajdadít, hozza létre a másikban. Valójában ez az egész, amit ő fölépít, ez egy hamis önbizalom, vagy ez egy valódi önbizalom? Hát ez egy torz önbizalom. És nem is mindig önbizalom, mert ugye vannak vastagbőrű, narcisztikusak, akik még Dezső bácsi Great Again jelleggel ugye mindig, mintha fönt lennének, és vannak sérülékeny narcisztikusak, akik azért állandóan megrezdülnek, tehát próbálnak ugye a szabályok fölött állni, meg kivételezettséget, kiemeltséget elérni, kicsikarni, stb., de azért könnyen bomlik ez szét, tehát hogy azért ez se olyan egyszerű. Tehát, hogy ez egy nem egészséges önbizalom, hanem ez egy kényszerpálya, ami a hétköznapi életben nem tud, tehát csak terápiában tud feloldódni, nem tud másképp megváltozni. Tehát képtelenség, hogy ha egy narcisztikus jobban akar lenni önmagától. Ezt nem tudja megcsinálni. Tud. Ez csak emberi kapcsolatban lehet, és nem lehet, ez úgy fontos. Párkapcsolatban nem lehet meggyógyítani, tehát aki arra akarná feltenni, tehát ez a legfontosabb mondatunk lehet ma, vagy sok, szóval, hogy el szoktam mondani, hogy azt nem tudod megcsinálni párkapcsolatban, az másról szól. De ez biztos, hogy azért is, hogy másfajta függés, de már emberi kapcsolat. Milyen a narcisztikusnak a baráti köre? Tehát van? Tehát lehet, ő tud barátkozni? Az egy másik érzelmi része az életének? Vagy az is úgy van, hogy én, akit úgy gondolom, hogy ismerek narcisztikus, úgy gondolja, hogy van baráti köre, de nem foglalkozik ezekkel az emberekkel, vagy csak addig, ameddig az érdeke diktálja. Tehát az empátia, hát az nem... Hát ezek a mélyebb baráti kapcsolódások, ezek azért nehezek. Tehát lehet baráti köre, vagy az nézhet ki úgy, de sekélyesebbek a megélései, vagy jobban passzol neki olyan, aki valahogy jól fest, ha az a barátja, vagy biztonságot kap tőlük. Hát lehet, hogy őt szeretik, és ő meg örül ennek. Nem biztos, hogy azt úgy megtudjuk, hogy mi van a mélyén, de neki lehet jó. Ez olyan kérdés, hogy ha szigorúan nézem, hogy attól függ, hogy mi az image, ami neki fontos. Tehát ha az az image fontos, hogy ő egy olyan barát, akire lehet számítani, akkor lehet rá számítani. Atya világ. Tehát hogyha valakinek a... Tehát azért mondom, hogy van egy ilyen kép, hogy a narcisztikus az, aki egy ilyen bazi nagy sállal, egy pipával, meg ilyen színes ruhában járkál, az cuki, tehát az lehet, hogy csak cuki, vagy furcsa. De ha mondjuk a narcisztikusnak az a gyerekkorától épített önmagáról alkotott képe, hogy ő iszonyú alázatos, akkor lehet, hogy ő lesz az esperes. És a legszebb beszédeket mondja el. Mondjuk agyon tapossa a sekrestyés, de az... Ezt egy... akartam kérdezni, mi a rossz? De a gyülekezet lehet, hogy imádja. Uh-huh. Tehát, hogy... Hát valahol kijön az a fajta hiány, hiátus, ami kialakult benne, ami nem, vagyis jobban, ami nem alakult ki benne, az együttérzés. Tehát akinél ugye van kognitív egy kép... Kognitív együttérzés, uh-huh. Tehát ugye ez megint az, hogy ő neki van gondolata arról, hogyha őt nem fenyegető, vagy tehát tőle távolabb eső ügyek vannak, akkor tök okosan tud erről beszélni. Könyveket tud írni a bántalmazásról mondjuk, vagy tehát csomó dolgot tud csinálni, vagy jó tudja szolgálni a maradjunk ennél ugye a nyájat, vagy szóval nagyon-nagyon jó dolgokat tud létrehozni egészen addig, amíg valahogy nem keveredik bele az, hogy mit tudom én, az ő kiemeltsége, csorbát szenvedhet, vagy a hasznát
meg kellene osztani, akár lelkileg, akár pénzben valakivel, tehát addig jól működhet, mert az eszével felfogja, tehát nem az, hogy nincs ilyen értelmen empátiája, hanem az, hogy mi a prioritás az életében, és hogyha az ő kontrollját és föntlétét fenyegeti valami, akkor az átírja az egyébként akár meglevő empatikus működést. Nyilván van olyan, akinek nincs empátiája. Tehát változik a szoftver. Igen. Említetted ezt a példát a nagypapával. Engem baromira érdekel, hogy mi van akkor, ha valaki nem akar jobban lenni narcisztikusként, mi lesz vele időskorára? Mi történik? Tehát, hogy ugye valójában az az életünk, nekem az életemnek a legfontosabb egyik célja az emberi kapcsolataimnak a egészen a koporsóig elvitele, és ezen dolgozom, és én akarom, és szeretem az embereket, és jaj, de jó, hogy vannak, és már kicsit elbizonytalanodtam az elmúlt egy órában, hogy használom-e őket, vagy nem, de nem. Tehát úgy gondolom, hogy még mindig úgy gondolom, hogy nem, de az, akinek ugye tényleg mindenki kvázi egy... ő maga a gazdatest, akire úgy rácsimpaszkodik. Hát ezek elmúlnak, eltűnnek, hiszen ő nem tud hosszan kialakítani kapcsolatokat. Ezek magányos emberek lesznek a 70-80 évesen? 60. Az a nagypapa, akiről beszéltem, ő úgy mondta, nagyon szomorúan igazából, hogy hát figyeljen ide, túl nyertem magamat. Tehát, hogy a feleségem egy zombi lett, az évtizedek során a gyerekeim azok tulajdonképpen, ha lehet, akkor biztos nem beszélnek velem. Tehát, hogy, de ő egy nagyon, amúgy ő egy reflektáló valaki volt, és hogy hát ez nagyon szomorú tud lenni, ugye, hogy ezek az ígéretes kapcsolódások valójában elmorzsolódnak, mert hisz elhasználódnak, tehát a másik kidől, vagy elmegy, ha tud, vagy bezombul, mert krónikusan ott marad, de lesz egy ilyen folyamatos szadomazohisztikus kapcsolatuk, amiben azért nehéz jól lenni mindenkinek. Hát meg idő után már nincs muníció, nem? Hát a másikból már az, amit lehetett, kiszedett. Hát igen, már egy ilyen bojtos papucs csává változott, hát bocsánat, tehát ez nem dehonestáló. Csodálatos hasonlatok. Hát nem csodálatos, inkább hát nem, jól megvilágítja, tehát, igen. Hogy az van, hogy szóval magány, keserűség, sokszor értetlenség, és hogyha nem fejlődik az ember, akkor kivetti a problémát, tehát akkor az van, hogy a izék miatt van, mert a menyem olyan, vagy ezek a mai gyerekek, az unokáim azért nem jönnek, mert úgy nevelték őket, tehát nem tud elgondolkozni a saját szerepén, ami nem ritka. És az élethelyzetén, vagy hogy hát a munkahelyeiről, és azért szabadultak meg tőle, mert... És ha ez így mindig kívül van, mindig más a hibás, és szét lehet konteózni az életed, de végső soron, hogy úgy nem tud a saját életének a centrumában lenni ilyen módon, pedig úgy tűnik, mintha mindig ott akarna lenni, mert nem tudja azt, hogy ő ágense annak, ami... Tehát, hogy ő hatott így, hogy ez lett. És azok ilyen veszteséggel teli nehezebb időskorok, mert pont a kapcsolatoknak a szépsége, meg ezek a tápláló mi volt, meg az a jó öregedés, amikor úgy el tudom fogadni azt, hogy én megváltoztam, el tudom fogadni, hogy generációk most már hangsúlyosabban jelennek, meg a páston, meg egy millió ilyen folyamaton megyünk keresztül. Tehát ez egy narcisztikusnak nagyon nehezen kezelhető, és inkább depresszív, inkább bajt okozó dolog. Azzal zárnám egyébként egy kicsit ilyen keretes szerkezetbe a beszélgetést, hogy amivel elkezdtem az ősemberrel, csak most egy picit a mostani társadalomra levetítve, hogy mennyire globális probléma ez. Valahogy úgy képzelem én a kis agyacskámmal, hogy valószínűleg olyan helyen, mint mondjuk most nem akarom szegregálni, de mondjuk egy törzsben, Fekete Afrikában, vagy olyan helyen, ahol közelebb vannak a természethez a népek, ez nem probléma, mert nem gondolkoznak ezen, vagy ez nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy én azért ezt mégiscsak egy kicsit az emberiség felemelkedésének tartom köszönhetőnek, hogy annyira
Egyrészt, hogy eltértünk már a sémáktól, nagyon leszűkülnek a családok, nagyon kevesen laknak egy helyen, nincsen kivel megosztani ezeket a problémákat, nincsenek a fonók, nincsenek azok a helyzetek, amiben ventilálódni tudnak a problémák, és mondjuk egy törzsön belül, ahol nagyon le vannak osztva a szerepek, ott nem tudja felütni a fejét. De lehet, hogy egy tök hülyeséget mondok, és ez nem csak mindig a nyugati embert kell ezért szidalmazni, hanem ez bárhol jelen pillanatban problémát okoz a világban. Hát tud lenni ilyen idealizált képünk arról, hogy egy törzsben de jó lenne, de azért nem tudom. Tehát, nem. Vagy jó lenne, vagy nem. Az tény, hogy a technológia, meg ennek az legeslegújabb kori kapitalizmusnak azok a kis törekvései, hogy individuumként legyünk, és ne fogjunk össze, és ne lássuk át a helyzetünket, meg ebbfélék, tényleg abba az irányba hatnak, meg a gyerekek agyának összeolvadás az okostelefonjuk monitorjával, ez tényleg abfelé hat, hogy egyedül vannak, és nehezen kapcsolódnak, és ez nem ugyanaz a kóros narcizmus, de azért rohadt nehéz dolog, tehát nem értjük, hogy mi van a gyerekeinkkel, mert nagyon nehéz érteni, ők se értik, és másmilyenek lesznek, biztos. Tehát, hogy vannak ilyen átfogó jelenségek, amiket úgy értegetünk, vagy így küzdünk vele. De ez nem teljesen ez, amiről ma beszéltünk, és nehéz átvetíteni, tudod, ilyen nagy civilizátorikus folyamatokra ezt az nagyon egyéni, nagyon szűk családi dolgot. Igen, de olyan, amit meséltél ma ebben az egy órában, mintha mindannyian e felé tartanánk valahogy. Szerintem nem. Nem? Nem, és abban vagyunk valami... Vagy jó, hogy erről beszélünk, és akkor az segít abban? Hát szerintem ez hullámzó dolog, és hogy azt gondolom, hogy az emberiség attól nem tudom, mi lesz a Földdel, érted? Tehát most beszélhetünk itt ilyen apokaliptikusan is, tehát nyilván van, amit nem tudok, nem nézek föl, vagy nem tudom, de hogy valójában az emberiség rengeteg olyan működést hordoz, ami a narcizmust le tudja küzdeni benne, tehát az egymással való dolgokat. Tehát iszonyatosan fontos nekünk, hogy együttműködjünk, de F tudjuk felejteni, meg a háború, meg a megosztottság, meg a Covid, meg a ellenesség. Szóval elfelejtjük, de a végén nagyon vágyunk rá, és ez, mondom, nem tudom, hogy merre megy a sztori, de a civilizáció történet az arról szól, hogy egyre jobban összekapcsolódunk. Miközben nyilván kitermeljük azt is, ami ezzel ellentétes, és attól meg lehet félni. Csodálatos, én annyira hiszek ebben. Röpke ez az élet, de valahogy jól csinálni, vagy jól megélni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Hú, nagy levegő. Nehéz lesz ezt megemészteni, többször vissza kell tekerni. Köszönöm szépen. Ha tetszett az epizód, iratkozz fel a Sláger FM csatornájára, nyomj egy lájkot, kapcsold be a csengőt, és értesülj elsőként az új epizódról.